Vasárnap ismét a meseerdőbe látogathattak a kicsik az igézőben, ahol a meseerdő bábszínház tartott interaktív bábelőadást. Pap Ágnes az előadás egyik bábszínésze úgy fogalmazott, a meseerdő bábszínház társulataként több éve mutatnak be meséket kifejezetten az óvodáskorú gyerekek számára, amelyeknek középpontjába mindig egy tanulságos történet kerül. Igazából azt mondanám, mint a kamara színpadi műsorokról van szó, és hát eléggé behatároltuk, be kellett határolni magunkat mindenféle szempontból, tehát eszköz, tehát a színpad technikai és a dramaturgiai megoldásokban, hát személyre szabottan saját költésű előadásaink vannak, saját feldolgozásaink. Az előadás egy kisfiúról szólt, aki barátokat keres a meseerdőben. Az úton aztán számos olyan tanulságos kalandba keveredik, amely a barátságról szól. Igazából minden műsorunk vagy előadásunknak is ez a legfőbb célja, hogy valami olyasmit szeretnénk mindig pici üzenetet átadni, olyan cselekvésekben, vagy olyan játékokban nyilvánul meg, ami szórakoztató, ugyanaz sok zenével dolgozunk, ami az ő korosztályuknak megfelelő módon átadható. A társulat a közeljövőben még számos alkalommal kalauzolja el a családokat a meseerdőbe, amely előadásoknak továbbra is az igéző ad majd otthont.